Sziasztok, Lóra vagyok innen a Nószaldi konyhájából, és ma egy kicsit bonyolultnak tűnő, ám annál egyszerűbb égetett tésztás receptet fogok elkészíteni nektek. Ez pedig az eklerfánk. A fánknak a töltelékével fogjuk kezdeni, mert ennek kell idő, hogy kihűljön. Ehhez az étcsokoládét és a meglett cukrászhab alapját fogjuk gőz fölött összeolvasztani, majd pedig alaposan kihűteni. A csokoládékrémet betettük a hűtőbe hűlni, most pedig elkészítjük a desszertünk alapját, az égetett tésztát. Amihez olvasszuk meg a vajat a vízzel egy edénybe, és adjuk hozzá a cukrot. Alacsony hőfokon adjuk hozzá a lisztet, egy csipetnyi sót, és keverjük erőteljesen és alaposan, amíg a keverék el nem válik az edény oldalától. Ez a folyamat körülbelül egy percet vesz igénybe. Ügyeljünk arra, hogy a tészta ne égjen meg eközben. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk a tésztát hűlni egy másik edénybe. Kezdjük hozzáadni a tojásokat egyenként, és alaposan keverjük el vele. A kapott masszának ragacsosnak kell lennie, de nem szabad folynia. Ezt követően a sütőt állítsuk 200 fokra, készítsünk elő egy tepsit sütőpapírral, majd pedig a tésztát töltsük habzsákba, aminek csillagcső van a végén, és ezzel nyomkodjuk majd ki a tepsire. Nagyjából 10 centis rudakat formázunk a tésztából, egymástól megfelelő távolságra, mert sülés közben még legalább háromszorosára fog nőni. Kb. 16 darab eklerfánk fog készülni. Miután ezzel is elkészültünk, mehetnek a sütőbe 20-25 percre. Ügyeljünk arra, hogy sülés közben ne nyitogassuk az ajtót. Amíg várunk, hogy kisüljenek a tészták, addig elkészítjük a csokoládémázat, amivel be fogjuk őket vonni. Ehhez az étcsokoládét vajjal és egy csepp olajjal gőz fölött összeolvasztunk. Kisültek a fánkok, a krémünk is teljesen kihűlt, ezt most alaposan kihaposítjuk és beletöltjük habzsákba. A sütemény összeállításához a fánkokat hosszában ketté vágjuk, az alsó részüket megtöltjük a krémmel, a tetejüket pedig a csokoládémázba mártjuk. Végül illesszük össze a két részt. Miután összeállítottuk a fánkokat, opcionálisan megszórhatjuk őket mandulával, dióval, mi egy kis kókuszreszelékkel fogjuk. Fogyasztás előtt még egy kicsit hűtsétek be, és bátran próbáljátok ki, nem nagy ördöngőség menni fog. Sziasztok!